Mivel városunknak nincs olyan multifunkcionális sportcsarnoka, ahol meg tudnák tartani a négy végzős osztály szalagtűzőjét, az idén is két felvonásban történt az ünnepség a Hőgyes Endre gimnáziumban. Az A és B osztályok szalagtűző ünnepségét követően a szervezők profi gyorsasággal ürítették ki a sportcsarnokot, majd néhány perccel később már érkezhettek is az ünnepség második felvonásának vendégei. Míg a vendégek gyülekeztek és elfoglalták helyüket, a diákokat és osztályfőnökeiket a felkészülési időszakáról kérdeztük. Úgy emlékszem, hogy talán május óta készülünk erre az ünnepségre, vagyis hát pontosabban a tánccal is rengeteg munkánk van benne. Mi az, amit fogtok táncolni? Mi bécsi keringőt fogunk táncolni, és a felkészítő tanárunk Bíró Csaba táncpedagógus volt. És köszönjük szépen a munkáját! A mai nappal lezárul életetek egyik fontos időszaka, és elkezdődik egy másik. Rengeteg feladat vár rátok. Hogyan tekintesz erre az elkövetkezendő időszakra? Hát már mostanában is elkezdtük az érettségire való felkészülést, és megmondom őszintén, nekem a matematika a mumus tantárgyam, viszont megpróbálom kihozni belőle a legtöbbet, és következetesen készülök a többi tantárgyra is az érettségire. Megosztod-e velünk azt, hogy milyen továbbtanulási céljaid vannak? Mindenképpen a Debreceni Egyetemen szeretném folytatni a tanulmányaimat, és a Bölcsésztudományi Karon a közösségszervező szakot néztem ki magamnak, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog a felvételi. Miért pont erre a szakra esett a választás? Hát én úgy gondolom, hogy én nem vagyok olyan ember, aki egész nap egy helyben tud ülni a számítógép előtt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekem ez egy rendkívül kézenfekvő, hát mondhatom azt, hogy szakma lesz. Nem csak a diákok, hanem az osztályfőnökeik is rendkívül nagy izgalommal készültek a nagy napra. Nagyon izgulunk természetesen, és nagyon sokat készültünk rá, a tavasztól kezdve gyakoroljuk a táncot. Milyen nehézségekbe ütköztek? Hát az elején nem sokan jártak a próbára, de utána már kicsit komolyabban vették, és most már reméljük, hogy jól sikerül. Milyen táncot fog táncolni az osztály? Csárdást, a Csárdás királynőnek a betét dalaira. És miért pont erre a táncra esett a választás? Nagyon sokat vitatkoztunk, és végül ez nyerte el a legtöbb osztálytársamnak a tetszését, meg jó magamét is, és azért döntöttünk mellette, mert pörgős, és tudtuk, hogy a többi osztály keringőt fog táncolni. Hogyan éltétek meg a próbákat? Hát az elején nehézkesen indult, de aztán megszerettük, és egy nagyon jó közös programnak bizonyult a táncpróba. Megosztod-e velünk a továbbtanulási céljaidat? Igen, tanítóképzőbe készülök. Nagyon kicsi korom óta ez a pálya érdekelt, és a gimnázium tanárai segítenek abban, hogy sikeresen felvételt nyeljek a főiskolára. Ahogy azt már korábban hallottuk, a 12. osztály bécsi keringőt fog táncolni. Miért pont erre a táncra esett a választás? A hatosztályosok hagyománya, hogy bécsi keringőt táncolnak, és ez nálunk sem alakult másképp, nem akartuk megtörni a hagyományt, és mindenki emellett szavazott. Hogyan éltétek meg a táncpróbákat? Minden próba nagyon jó hangulatban telt, a tánctanárunk nagyon kedves volt hozzánk, és minden munkája azzal telt, hogy minket a legjobb tudása szerint megtanítson.
tanárnő, hogy éli meg ezt a mai napot? Én izgulok rettenetes mértékben, azért, hogy a gyerekeknek ez élményszerű legyen, értük szurkolok nagyon. Megosztod-e velem a továbbtanulási céljaidat? Még konkrét elképzelésem nincsen, matematika tagozatos vagyok, így valamilyen ilyen irányba szeretnék tovább tanulni. A végzős diákoknak a stáb valamennyi tagja nevében szívből gratulálok, és sok sikert kívánunk az elkövetkezendő időszak kihívásaihoz.